A mobiltelefonok, tabletek többségének gyártásához olyan konfliktusos fémeket is felhasználnak, amelyek bányászata felemészti több veszélyeztetett faj, például gorillák, csimpánzok élőhelyét. Az egyik ilyen fém a tantál, amelyet koltánércekből állítanak elő. A világ kitermelt koltán készletének 80%-át Afrika állítja elő. A bányászat mellett ugyanezeken a területeken élnek a hegyi és grauer gorillák, bonobók és csimpánzok. A koltán bányászat ezért közvetetten felelős ezen állatok pusztulásáért. Továbbá nem csak a főemlősök élőhelyének pusztítása aggasztó, hanem a helyi lakosság kizsákmányolása is jelentős probléma. Az afrikai csimpánzok életét kevesen ismerik jobban a világhírű dr. Jane Goodallnál, aki a legismertebb kutatója ennek a témának. A Jane Goodall Intézet, a Követ Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet Egyesület olyan programot hirdetett, amelynek célja a fölöslegessé vált mobiltelefonok újrahasznosítása, ami során többek között az értékes tantált is kinyerik a mobilokból. Ha a kihelyezett gyűjtő dobozunk megtelt a fölöslegessé vált készülékekkel, azt az Intermetal Recycling Kft.-nek kell elküldeni. Ezután a mobilok szétszerelésre kerülnek, és az így kinyert fémeket a körforgásos gazdaság elvei szerint újrahasznosítják. Az újrahasznosítás eredményeként ezen fémekhez szükséges nyersanyagok bányászatának mértéke csökken, ebből eredően pedig a főemlősök élőhelye is kevésbé károsult.